Mesenap, mesterségek ünnepe és futópálya átadó a Haller Parkban. Bokréta ünnep volt a Lenhosék utcában. Ferenc tér 9, átadták a felújított lakóépületet. Önkormányzati támogatással megvalósult szabadtéri színpad avatás. Látás ajándékban ingyenes szemüveg a rászorulóknak. Köszöntjük Önöket! Folytatódott a fesztivál sorozat Ferencvárosban. Múlt héten pénteken Érezd a fiatalságot mottóval a Művelődési Központ udvarán rendezték meg a Fiatalok Fesztiválját, az IFI Festet. Szombaton pedig a fesztivál helyszíne a Haller Park volt. Délelőtt mesenap, délután a mesterségek ünnepe várta a ferencvárosiakat, este pedig Fatima, valamint Roy és Ádám lépett fel. A programsorozat részeként adták át a Haller Parkban kialakított új futópályát és fitness eszközöket. Elkészülni! Vigyázz! Természetesen futóversennyel avatták fel a Haller Park új futópályáját. Különböző korcsoportokban indultak a versenyzők, az egészen fiataloktól Ferencváros egyik legidősebb futójáig. Mindegy, én szoktam menni az iskolába futóversenyre. És milyen volt ez a pálya? Rugalmas. Jobb, mint a föld. Ez az előző pálya, az túl poros volt, köves volt, ez pedig jó, lapos volt. 69 éves vagyok, én vagyok a legidősebb, és hát én szórakozok, magnóval futok, úgyhogy jó zenék vannak. Hát egy héten kétszer szoktam a szigeten futni, és akkor összes versenyekkel elindulok, ami van. A félmaratonon is maraton még nem futottam, de az se késő még elkezdeni, még van idő, úgyhogy felfutottam Kékestetőre. Minden. Mit jelent önnek a futás? Hát ez mindent, az kikapcsolódás meg. Hát meg tovább él az ember a fut. Milyen volt a pálya? Hát az első osztály, first class, ahogy szokták mondani. Ajánlom mindenkinek, próbálja ki legalább egy kört. Először egy kör, két kör, három kör, és így lehet folytatni, ahogy Gyula is mondta, Gyula bácsi. Ő most, hogyha futott volna az ő saját távján, akkor 200 kört futott volna. Mit lehet tudni erről a pályáról, illetve azokról a fitness eszközökről, amik szintén ma kerülnek átadásra? Azt szokták mondani, hogy ez közkívánatra készült, hiszen az itt lakók szeretnek lejárni ebbe a gyönyörű parkba. Ez a legnagyobb parkunk. A Nyúldomon, a József Attila lakótelepen is épült hasonló pálya, az kicsit hosszabb, 189 méter hajszál pontosan, az több mint 300 méter, és együtt a fitness eszközökkel 20 millió forint körül összegből épült fel. Erőfejlesztő, ügyességfejlesztő, speciálisan izomcsoportokra emelő, toló, függeszkedő eszközök, tehát mindaz, amit a tornát pótolja tulajdonképpen. Bokréta ünnep volt a Lenhosék utca 7-9-es számú épületben, hiszen a felújítás alatt álló lakóépület tartószerkezete elérte a legmagasabb pontját. A Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv első ütemében közel 3 milliárd forintos Európai Uniós forrásból 5 ház megújulása zajlik a Gát utcában és környékén. Április végén a Gát utca 3 és 5-ös számú épület Bokréta ünnepére került sor. Azóta a lakóházak felújításával végeztek, hamarosan átadják őket. Múlt héten pedig a Lenhosék utca 7-9-es számú ház tartó szerkezete is elérte a legmagasabb pontját. Az épület egyik különlegessége, hogy a földszinten kerül elhelyezésre. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága több mint 800 négyzetméteren. A Bokréta ünnepen a városrehabilitáció szociális jellegét hangsúlyozta beszédében Tasó László infrastruktúráért felelős államtitkár és dr. Bácskai János polgármester is. Én azt emelném ki, hogy a gondoskodás, a felelősségteljes, a féltő és valóban aggódó városvezetés az egyértelműen megmutatja most a program keretében, hogy gondoskodik arról, megnyitja a lehetőséget az esélyegyenlőségre, a gyermekjóléti központtal, a családsegítéssel, a munkahely világába történő visszavezetéssel, és minden más eszközzel segíteni próbál a szociálisan rászorultak, a rossz helyzetben lévő családok felemelkedéséhez, megerősítéséhez. A szociális jelző mi mindent jelent? Amiről államtitkár úr is említést tett, hogy odafigyelést, törődést. A József Attila terv római 1-es, közel 3 milliárd forint, amit megnyertünk,
Ennek több mint az 1/5, 600 millió forintot úgynevezett soft programokra, humán fejlesztési programokra tudjuk fordítani, ami azt jelenti pontosan, ami ebben a házban is megvalósul, szociális közösségi tér jön létre, a szociális közösségi irodán belül családmentori szolgálat, drogprevenciós iroda, utánkövetéssel foglalkozó szakemberek jelennek meg ezen a helyszínen, és az eddig is kitűnő és példás szorgalommal és szakmai felkészültséggel dolgozó szociális munkatársaink, kollégáink végre méltó helyet kapnak, mint 800 négyzetméteren. El lehet képzelni, hogy hány családon, hány gyermeken, hány hátrányos helyzetben, tanástalan helyzetben lévő családon lehet majd, és fogunk tudni segíteni. A beszédeket követően államtitkár úr, polgármester úr, valamint Hegyháti Gábor, a kivitelező Épkar ZRT vállalkozási igazgatója nemzeti színű szalagokat kötözött a bokréta fára, amit daruval emeltek fel az épület legmagasabb pontjára. Komplett födémcserék történtek ebben az épületben, ez volt igazán nagy munka. Csak a főfalak maradtak meg, minden más elbontásra került, és új épület kialakítás történt meg. Komfortos, egy, illetve több szobás lakásokat alakítunk ki, fürdőszobával, konyhával, szobákkal. Jó nyílászárók lesznek beépítve, hőszigetelés mai igényeknek megfelelően lesz kialakítva. Földszinten ennek az épületnek a fezgyi fog helyet kapni, és az első emelettől felfelé tetőtérig bezárólag 40 lakás fog elkészülni, várhatóan december elejére. Ide lent a közös területen a szomszéd épülettel egy közös zöld lesz kialakítva, mint a Gát 20, mint a Lajosék 7-9-en lakók szép környezetben tudnak pihenni. Elkészült a Ferenc tér 9-es számú épület felújítása. A fővárosi és önkormányzati finanszírozásból megújult ház átadóját múlt héten tartották. A Ferenc tér mediterrán hangulatához illeszkedő Ferenc tér 9-es számú felújított épület átadóján dr. Bagdi Gábor főpolgármester helyettes is részt vett, hiszen a beruházás több mint 430 millió forintos költségének 70%-át a fővárosi önkormányzat finanszírozta. A városrehabilitációs projektnek egy újabb pozitív eredménye, hogy itt ezt a házat is sikerült megújítani, a kisebb komfort nélküli lakások helyett komfortos lakásokat kialakítani, és akit kimegy a ház elé, látja, hogy bizony itt nem csak egy-egy házról van szó, itt egy koncepcióról van szó, a terület megújításáról van szó. Éppen ezért egyébként van más közös munkánk is a kerülettel, hiszen az utóbbi időben a városrehabilitációs projekteket gazdagítottuk, és közterületfejlesztési projekteket indítottunk be, a 9. kerület ezen is sikeresen pályázott, nyert, és ennek keretében például a Nélupart is reméljük a közelben teljesen meg tud újulni, és azt is a kerületiek élvezhetik, tehát élvezhetik a egy-egy megújuló házbelsőt, és hamarosan élvezhetik a megújuló közterületeket is. A renoválás során 22 darab összkomfortos, teljesen felújított lakást alakítottak ki. Az épület valamennyi gépészeti és elektromos vezetéke is új. Központi kazánház biztosítja a lakások fűtését és melegvíz ellátását. Jelenleg 9 háznak a felújítása folyik Ferencvárosban, amely már egy új koncepció, egy szemléletváltásnak a következménye, hiszen az eddigi hagyományos, és egyébként nem lehet eléggé dicsérni ezt a közel negyedszázados városrehabilitációs folyamatot, amely mind mennyiségét, mértékét, mind minőségét tekintve a legnagyobb jelentőségű Magyarországon. Ezeknek a városrészeknek a felújítása, városrészeken belül a házaknak a felújítása az élhetőbb város kialakítását irányozta elő, és ez van folyamatban most is. 2008-as világgazdasági válságnak hívott folyamat éppen 2009 végén, 2010 elején gyűrűzött be, ahogy ezt szokták mondani, Ferencvárosba is, és az a magánpénz, az a magántőke forrás, ami egyébként majdnem a kétharmadát adta az elmúlt negyedszázados felújítási folyamatnak, az most 5-6. Éve hiányzik, és ennek ellenére is folyik a városrehabilitáció, soha nem látott ütemben folyik,
és ennek az egyik állomásánál vagyunk most. Hagyományteremtő céllal családi napot szervezett múlt héten szombaton a Kosztolányi Dezső általános iskola. Ebből az alkalomból adták át a Ferencváros önkormányzata által finanszírozott szabadtéri színpadot. A Ferencváros képviselőtestületnek a döntése alapján teremtődtek meg a források arra, hogy ez a színpad létesüljön, és nem csak a színpad, hanem az előtte levő működő burkolat is, az azért látható, vagy érzékelt, hogy itt állunk benne a kavicsban, hogy ez azért nagyon, nagyon hasznos volt az iskola használók számára. Azt lehet tudni, hogy tavaly 1500 néző volt körülbelül nagyobb rendezvényeinken, gyermekfüzikától kezdve művészeti gáláig. Sem az épületen belül, sem itt az udvaron iskolai rendezvényre alkalmas tér nincsen, tehát ez már mind ez az összessége, ez színpadért kiáltott. A 4,5 millió forint költségű beruházásból az önkormányzat 4,5 millió forintot adott, tehát a teljes bekerülési összeget ezt biztosította a számunkra. Nincs itthon az Uram, szök nekem madár, Kaskai erdővel itt karendet vár. Jó lovai vannak, hamar hazaér, jaj lesz neked rózsám, hogyha nálam ér. Folyamatosan használjuk a színpadot, a gyerekek első pillanatok kezdve belakták ezt a színpadot, spontán szituációs játékokat játszanak, kergetőznek, táncolnak, énekelnek rajta, vagy egyszerűen csak körbe leülnek és beszélgetnek. Látás ajándékba címmel második alkalommal szervezett ingyenes szemvizsgálatot Ferencváros önkormányzata és a Máltai Szeretett Szolgálat. A hátrányos helyzetűeknek szóló programban az arra rászorulók, idén 60 fő, ingyenesen kapja meg a szükséges szemüveget. Igazából abból az alaphelyzetből indultunk ki, hogy országosan is, és vélhetően sajnos itt a kerületben is a roma emberek és a hátrányos helyzetű emberek egészségi állapota nem túl biztató. Azért gondoltuk, hogy megkeressük a Máltai Szeretett Szolgálatot, akivel úgy tűnik, hogy egy jól működő kapcsolat kezd kialakulni. Maga a szűrés hátrányos helyzetű embereknek szól, de bárkit nagyon nagy szeretettel várunk és látunk. Ebben az évben 3 egészségnapot tartunk, van egy látásnap, ahol a gyerekeknek és a felnőtteknek a látását vizsgáljuk a szemfenéki vizsgálatokkal, gyakorlatilag ez a kör bezárul, akiknek szükséges, azoknak szemüvegeket készítünk, tehát megkapják ezeket a szemüveget a Máltai Szeretett Szolgálattól. Tehát ingyenesen biztosítják igen, a szemüveget. Igen, ez gyakorlatilag így a látás ajándékba programunknak a része. Most már egyébként az 5000. szemüvegnél tartunk, úgy országosan, illetve Kárpát-medenceileg. Másik két egészségnap az egy melanoma szűrés, tehát egy bőrgyógyászati nap lesz, illetve egy szájhigiénés nap, ahol a gyerekeket megtanítjuk fogatmosni, és kapnak ajándék fogpasztát, fogkrémet. Novemberben lesz ez a két egészségnap. Rendszeresen jár szemvizsgálatra? Látom szemüveges. Nem annyira rendszeresen. Nem vagyok teljesen becsületes orvoshoz járó. És rendben van egyébként a szemetet? Jó ez a szemüveg, amit nem. Most használ? Nem, már gyenge. Mert akkor ezért is jött, hogy most ellenőriztes. Igen, egy új szemüvegre, igen. A 9.tv heti híreivel jövő héten is várjuk Önöket. További kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!